Ha nehezen is, de megszerezte 23. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az alapszakasz utolsó idegenbeli meccsén a TF Budapest otthonában 3 ponttal nyerték az első negyedet, majd ugyanannyival veszítették el a második 10 percet. A harmadik negyed végére 4 pontos előnyt szereztek a fővárosiak, amit aztán tovább növeltek a zárójáték részben. A vendégek azonban -10-nél nagy hajrába kezdtek, és végül 5 ponttal megnyerték a számukra tét nélküli mérkőzést. Sajnos szokásos hibánk előjött megint, kicsit hozzáállásbeli problémák voltak. Való igaz, nem könnyű annyira felpörögni már így a szezon vége felé az utolsó meccsekre, hogy hál' Istennek megoldottuk azt, hogy tét nélkül legyen az utolsó 4 meccsünk alapszakasz elsőként. Nyilván egy papíron gyengébb csapat otthonába látogattunk, ők kettőzött erővel hajtottak, mentek minden labdáért, és ahogy az lenni szokott ilyenkor, életük formájukat fogták ki a ellenünk lévő meccsre. Hál' Istennek még időben, ha lehet ilyet mondani, 5 perce végül 10 pontnál észbe kaptunk, kicsit kapcsoltunk a védekezésre, és be tudtuk húzni a derbit. A zárófordulóban azt a nagykőröst fogadják a cápák, amelynek a 9. helyen állva győzelme esetén még van esélye a rájátszásba kerülésre. Nagykőrös egyébként, hogyha teljes kerettel van, de talán még most se egyik kulcsjátékosú Kovács Homai most se fog játszani tudomásom szerint. Egy nagyon kellemetlen és egyébként egy jó csapat. Szerintem oda is értek volna a 8-ba, hogyha nem sújtják őket a sérülések szezon közben. Kellemetlen csapat, sokat egyegyeznek, rendezetlen védelmet jól támadják, nincs nagyon kimondott szerkezetük, arra értem, hogy nagy magas emberük klasszikus ötös nincsen, emiatt sokat váltanak, sokat segítenek védekezésben, tényleg szívós, jó csapat. Nem is kérdés, attól függetlenül, hogy ez nekünk tét nélkül nyerni szeretnénk. Szeretnénk az utolsó alapszakasz meccset is behúzni. Biztos, hogy jó meccs lesz, mert nekik még van matematikai esélyük a 8 közé bejutni, illetve azzal is számolnunk kell, hogy tényleg lassan kezdődik a rájátszás, el kell kezdeni kapcsolni egyet, felkapcsolni és felpörögni, mert a legutóbbi meccsen nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks nagykőrös mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Bencsiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: BKG Prima Akadémia Vasas Akadémia, MAFS Veszprém, PVSK 2 Salgótarján, TF Budapest Budapesti Honvéd, MTK Elit Basket Baja és NK a Pécs MAFS Miskolc.